A harkányi gyógyvíz lehet a cukorbetegek megmentője is. Legalábbis ilyen irányú vizsgálatokat végeznek a Pécs Egyetem 2. számú belgyógyászatán. Wittmann professzor azt mondja, a mozgást helyettesítheti a termálvíz. Úgy tűnik, hogy a, a hő hatására, a termálterápia hatására, a szervezetben hasonló folyamatok zajlanak le, mint a fizikai aktivitás során, vagyis javul a cukorérzék, az inzulinérzékenység miatt a cukorfelvétel a szöveteknek. A terveink között az szerepel, hogy ilyen mozgásában korlátozott, vagy legalábbis kevésbé, fizik, kevésbé alkalmas fizikai aktivitásra alkalmas betegek esetében a harkányi gyógykezelés termálterápiát próbáljuk ki. A túlsúlyos cukorbetegeknél a sportolás tönkre teszi az izületeket. Az életmentő mozgást válthatja ki a terápia. De nem csak a hő, a gyógyvíz is hathat a betegek szervezetére. Termálvízben vannak olyan hatóanyagok, kén tartalmú molekulák, amelyekről tudjuk, hogy ha bekerülnek a szervezetben, értágító hatásuk lehet. És ugye hát ezeknél a cukorbetegeknél, ahol már az izületi problémák is jelen vannak, rendszerint vannak érbetegségre utaló tünetek is, és abban bízunk, hogy ez a speciális harkányi kén tartalmú víz erre kifejezetten kedvező lesz, és ezt ki tudjuk mutatni az egyszerű hőhatáshoz. Az, viszonyítva is. az elhízott kettes típusú cukorbetegeket célozzák meg ezzel a termálvíz terápiával, mondja a professzor. A vizsgálatot februárban kezdik 100-200 beteg részvételével harkányban. 5-10 hónap alatt lehet eredmény a terápia hatásosságáról. Abból indultak ki a kutatók, hogy hő hatására olyan fehéréket termel a testünk, ami védi a szervezetet. A kémvegyületek pedig az erekre hatfal javíthatják a diabéteszesek állapotát. Alapotát. Ma hazánkban 720 ezer cukorbeteget tartanak nyilván.